Válogatott paraasztali teniszezőink a márciusi Mohac kupán nem ütköztek nagy ellenállásba. Utána viszont a nemzetközi szintéren is folytatták az éremgyűjtést. A paraválogatott szövetségi kapitánya már annak is örült, hogy a pandémiás helyzet után újra a hazai versenyen láthatta a játékosait. Ezen a versenyen igazából a fő cél az volt, hogy a válogatottokon kívül, akik ugye folyamatos nemzetközi megterhelésnek és versenyeztetésnek vannak kitéve, igazából a hátország is tudjon lehetőséget kapni. Én azt gondolom, hogy vannak hiányzók azért. A válogatottak nem tettük kötelezővé az indulást, csak az országos bajnokságon szeretném, hogyha mindenki asztalnál lenne. Vannak hiányzók, de én azt gondolom, hogy azért az a megszokott kis közeg, az most is képviseltette magát, aki az egyéb versenyeken a pandémia előtti időszakban is itt volt. Major Endre ülő kategóriában egyesben és Urlauber Ádámmal párosban is első lett, de helyén kezelte az eredményeit. Sajnos a hazai mezőny nagyon kicsi, mert összesen volt 3 páros, 2 meg kellett nyernünk, és így lett meg az aranyérem, és hát válogatott játékos pedig csak én vagyok a székesek közt. Szóval ezt papírforma szerint is meg kellett volna nyerni. A mozgássérültek állami intézetes sportegyesület egyesben és párosban is megszerezte a második és a harmadik helyet. Kovács Ikáék olykor az épek ellen is megvillantják oroszlán körmeiket. Körülbelül 20 éve alakultunk, én 4 éve vagyok a vezetője, én nagyon régóta asztali teniszezek. Minden héten 2-szer van edzés, kedden és pénteken. Kedden egészséges csapatok ellen játszik a mi csapatunk csapatbajnoki, és hát néha azért még nyerünk is. Zborai Gyula is felfelé lógott ki a mezőnyből, de így is hasznosnak találja az ilyen versenyeket. Mégiscsak az ember meccset játszik, tehát mégse csak edzést tart, hanem edzésen gyakorol, hanem azért figyelni kell a labdamenetekre, azért figyelni kell, hogy az ellenfél hova teszi a labdát. Csak itt nem olyan gyors a játék, mint egy nemzetközi színvonalon, tehát itt nem tudok úgy felgyorsulni a játékba, mint egy nemzetközi szinten kell, de ettől én azért is jöttem, én nagykanizsák vagyok, azért játszom ma itt, mert szükségem van a versenyre, a versenyszituációkra, még akkor is, hogyha az ellenfél gyengébb. Csonka András a papírformának megfelelően egyesben és Borai Gyulával párosban is aranyérmes lett. A jövőben is ugyanúgy koncentrál mindkét versenyszámra. Mindkettőre fókuszálok, mert úgy gondolom, úgy értem, hogy a párizsi paralimpián mind a kettőben van sanszod érni a négy közé és érmet szerezni, úgyhogy külön van sok labdában is egyéni foglalkozások, hogy egyéni elemeket fejlesztünk, illetve van páros is, amit ugye a páros elemet fejlesztünk, és így ugye mind a kettő megvan heti több alkalommal. Tavasszal Spanyolországban, majd Egyiptomban szerepeltek legjobb paraasztali teniszezőink nemzetközi versenyen. A Costa Braván Major Endre arany, Pálos Péter ezüst, Arlói Zsófia és Svitas Alexa pedig bronzérmet szerzett. Egyiptomban Svitas és Pálos aranyérmes lett. Csonka András másodikként, Berezki Dezső pedig harmadikként végzett. Mindkét versenyen párosban is több magyar éremnek örülhettünk.